November 1-ével hirdettük meg a következő közszolgálkozási programra a jelentkezési lehetőséget a különböző településeknek, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, egyházaknak, olyan intézményeknek, akik kulturális területnek lehetőséggel voltak már. És hát nagy megnyugvás az nekünk, hogy már az első héten is ilyen számmal regisztráltak, tehát ez bizakodó arra, hogy most már a ebben a programban foglalkoztatottaknak a kétharmadát, de van igény a magyar társadalomban, hogy igenis kulturális közfoglalkoztatottat akarnak a települések, az intézmények, illetve a civil szervezetek foglalkoztatni. És még tudjuk azt, hogy általában az utolsó pillanatban is történik regisztráció, és még van arra bőven egy hét, hogy ezek a szervezetek, akik úgy gondolják, hogy hasznos tevékenységükhöz, hogy feladatok ellátása szükséges egy ilyen szervezeti formához csatlakozni, amit a Nemzeti Művelődési Intézet végez, ahhoz ezt meg tudják tenni. És ez azért is jó, mert hogy akár most már kiszámíthatóvá vált ez a rendszer. Az első mintaprogram ugye 5 hónapig tartott, 6 hónap volt a következő, mostani már egy évig, tehát ez február végétől, március 1-től, február 29-ig tart, és megint egy évig szól. Tehát az ígéret szerint akármelyik szervezet jelentkezik, biztonsággal megkapja ezt a lehetőséget, hogy tudja, hogy lesz egy olyan munkatársa, vagy egy munkatársi kerete lesz tulajdonképpen, aki ehhez a feladathoz segítséget tud nyújtani, amit a kulturális területen el akar végezni. Ez egy civil szervezetnek ez egy nagy garancia arra, hogy igenis, ami programot elindít, ahhoz kap erőforrást, kap egy olyan szemét, aki, vagy kettő szemét, aki ezt a tevékenységet végig tudja venni. Nem biztos, hogy ugyanaz az ember fogja, mert ugye mégis a kulturális közfoglalkoztatásnak, mint a közfoglalkoztatási programnak és az alapcél, hogy a munkaerőpiacra való visszasegítést, és bizony jók az eredményeink. Tehát minden 5. emberünk el tud helyezkedni a programban, vagy a program végével, tehát cserélődik. És aki szervezet, az számolható avval, hogy lehet, hogy már beáll ebbe a rendszerbe, és az a jó ember, aki ebben a programban részt vesz, egy olyan kapcsolati rendszert épít, olyan attitűdöket épít fel magába, hogy igenis elgondolkodik is, hogy elmegy egy másik munkahelyre, elmegy pontosabban egy munkaerőpiaci állásra, akár közalkalmazottként, akár vállalkozói szférában, vagy akár önfoglalkoztató lesz, és akkor másik ember lép a helyére. De hát általában a településeken rendelkezésre állnak ilyen személyek.